Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mielőtt elkezdeném ezt a kirakást, megemlíteném azt, hogy van egy ingyenes akció. Megrendelheted a te személyes szerencse számodat e-mailen keresztül, mindez ingyenes, amit azonnal megválaszolok. És most rátérünk a három kérdésre. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Itt ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. És a gólya jelenti azt, hogy ebben a helyzetben változik nála valami. A torony jelentheti azt is, hogy valamit ki akar építeni, és itt lesznek komoly változások. Vagy lehet egy nagyváros, és a gólya jelenthet egy költözködést. Amit a torony még jelenthet, hogy fogva érzi magát egy bizonyos helyzetben, ez olyan, mint egy labirintus, keres egy kiútat, keres egy megoldást, és a gólyák jelentik azt, hogy javul a helyzet, mert lesznek nála változások. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt a hold jelentheti az anyukáját, vagy az anyai érzelmeket. A hold kihat az éjszakára, az álmaira, itt vannak vágyak, elképzelések. A hajó az jelenti a reményt ehhez, vagy lehet egy utazás, vagy egy külföldi kapcsolat is. Ez az utazás és az álmok, az érzelmek jelenthetnek egy lelki utat, egy lelki kapcsolatot kettőtök között. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt ez a hegy jelenti azt, ami őt blokkolta eddig. Különösen, ami a téli hónapokban történt. Voltak problémák, nehézségek. Ez most elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezt a hegyet, eltávolítja ezt a kártyát, tehát javulni fog a helyzet. Ez a kasza jelenthet vállást is, amennyiben ő még nős, és akkor ez a torony jelenti a bírósági dolgokat. És most megnézzük azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt a fának van egy gyógyító ereje, tehát javul a helyzet, nyújtja a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. Itt javulni fognak a dolgok, lesz növekedés, de kell még egy kicsit a türelem, mint a fánál is van növekvés, de lassan, amíg gyümölcsözik. Tehát kell a türelem, amit a fa még jelenthet, az a szeptember hónap, és szeptemberben lesznek itt majd nagy változások. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!